2020. januárjában, még a világjárvány beütése előtt, elegünk lett a télből, és mivel találtunk egy nagyon olcsó repjegyet, ezért úgy döntöttünk, hogy kiutazunk Izraelbe, és egy hetet fogunk ott stoppolni. Utitásként a nővérem Kinga, és az egyik barátunk Anna tartott velünk. Ebben a videóban Jeruzsálem főbb látványosságait fogjuk megnézni. Ha érdekel, tarts velem! Hogyha még nem láttátok az előző részeket, akkor kattintsatok a jobb felső sarokban a linkre. Fölkeltünk az eszméletlen hideg éjszaka után, eléggé fáztunk a szállásán, de most tartunk éppen a Jaffa Gate-hez, innen indul egy ingyenes túra, és azon fogunk részleni. Hát ez úgy ingyenes, hogy a végén majd adományokat várnak, vagy hát ilyen jattot, amit mi nem nagyon szeretnénk adni, úgyhogy mi valószínűleg az utolsó utcában eltévedünk és lelépünk. És aztán megnézzük azt, amit még nem mutattak meg nekünk. De is értünk, úgyhogy innentől következzen az a kis vezetés. Did the same. The Romans did the same. The Crusaders did the same. The early Muslim dynasties, and so on, and so on, and so on. So layers upon layers. Hát ez a free tour, ez messze van a jótól. És hát el tudom képzelni, hogy le fogunk lépni. Viszont... még egy pár megállót maradunk, és aztán meglátjuk. Elhagytuk ezt a kedves ingyen mellébeszélést, szóval megyünk a Szent Sír Bazilikához. És Kinga megszórakozik. Színes csúsz, de valahára nem így kell eltelni a városba. Hát az nem életed legnagyobb élménye volt ez a csúszás. Na, az történt, hogy elkezdett beszélgetni velem egy csávó, egy zsidó csávó, arról, hogy honnan jött, merről jöttünk, mit csinálunk, mit tudom én. Ezért csak random megkérde, hogy menjek be a kis lakásába. Vegyem be egy négyzetméteres lakás, vagy két négyzetméteres, menjek be a lakásába. Vegyem le a kettőt, rakjam le a kamerát, és állítsam be neki a telefonját. Mert hogy sabbat van, és ő nem nyúlhat a telefonjához. Zseniális, érted? Már sem végezteti el a munkát, mert neki pihenő nap van. A telefonnak is pihenő nap. És mit kellett beállítanod rá? Meg kellett nyitnom, föl kellett oldanom, valami TV alkalmazás kellett megnyitni, meg fölrakni a hangerőt maxra, meg átskipelni a reklámot. Ez hihetetlen, hogy mi történne. Ezt nem kellett megmutatnod? Nem, azt mondta, hogy ezt megjegyzi. Hihetetlen emberek vannak. Jobbra. Én meg csak álltam ott, nézzük. Zétem ott, bemész, mit csinálsz, ott ki se tudsz jönni. Be se tudtam olyan menni kicsi, rendesen. Olyan kicsi volt az a lakás. Olyan szűk volt az a hely. Annyira meglepődtem, de ezzel a felénél rájöttem, hogy ő nem csinált semmit, és azért akarni. Jó, mit? Menjünk a Szent Sír Bazilikához, ezt nézzük meg, hogy milyen helyzet ott. Na, már ott is vagyunk mindjárt.
természetesen a kötelező köröket lejárjuk, úgyhogy most itt a Szent Sír Bazilikában vagyunk. Megnézzük a Szent Sírt, aztán megyünk tovább a Via Dolorosán, szenvedés útján, és utána megyünk a Olajfák hegyére, és talán ennyi fog beleférni a mai napba. Egyébként, hogyha valaki be akarna jutni, az számolja erre bőven időt, mivel hogy óriási sort kell kiállni, nem csak ezt, ami itt van, hanem ezt körbe van. Most várunk itt szerintem már egy fél órája, és hát még a felénél se vagyunk, de inkább a negyedénél, tehát erre bőven szálljatok időt, mert ez egy olyan dolog, amit valószínűleg érdemes megnézni. Szerintem benne nem biztos, hogy lehet fotózni, meg filmezni, de azért megpróbálok valamit ügyeskedni. Talán tudok egy-két ilyen titkos felvételt csinálni, mint ahogy a Siratófalról is sikerült. Talán valami hasonló minőséget. Igazából semmit nem tudok a belső részről, úgyhogy ez majd még elválik, hogy mi lesz belőle. Excuse me, open, open, please, open. Sorry. Okay, madame, please. Bistro, bistro, bistro. No stop. Bistro, before the cadet. Azadosan. Quickly, please. Be, just as I guess, nekem. Tudsz valami autentikus helyi kaja? Autentikus. Hát ezt megnéztük, viszont elb***te az egésznek a hangulatát, az, hogy miért az égő gyertyák miatt becsörtetett az a, hát hogy is mondjam, zsidó b***c. Ilyen az, hogyha az ember egy turista helyen próbál spiritualitást átélni. Nincs egy kacsintós Jézus. Kacsintós Jézus? Hát, olaszország van egy csomó, és tudja mozgatni így a fejét. Jézusom, még vannak. Pontosan! Jézus, kiégek! Hát ezen kiégtem. Ott egy papagáj. Na, megyünk, keresünk valami kaját. Nyávogó papagáj, beszélés. Mondta nyáv! Flexelnek a háttérben, ezt most kezdik. Eszünk kebabot. Majd van melegítőnk. Szóval ez nem életünk díje volt. 35 sékelt fizettünk kebabonként, ami azt jelenti, hogy durván 3000 forintba került egy kebab. Ráadásul nem volt túl nagy, nem volt túl laktató, még csak finom se volt annyira. Mondjuk ez itt eléggé a belváros, szóval azért itt ilyen árak vannak, de de tegnap azért abból az 1000 forintból sokkal jobban megkajáltunk fejenként. Mit ettünk tegnap? Hát tegnap ettük azt az óalakú szart, meg a humuszt. És kb. Ugyanaz az tápértékű kaja volt, csak az legalább 1000 forintból. De ebben több zöldség volt. Nem, mert abban van egy csomó csicseri borsó, nem zöldség. Az neked honnan zöldség? Na jó, szóval legközelebb valahogy egy kicsit jobban odafigyelünk rá. Via Dolorosára megyünk. Na gyerek! Az előbb Szűz Mária szülőhelyére, most pedig megyünk tovább a Via Dolorosán, fel az Olajfák hegyére. Getsz
muszlimáni kertet bejártuk. Durva, hogy 2000 éves fák még ott vannak egyiken, másikon még volt egy-egy bogyó, ami hát nem tudom milyen, de hogy azért egy 2000 éves fától azért az elég durva. Szóval most sétálunk fel és megnézzük a naplemántét fönt a város mögött lenyugvó napot, ha elérjük. Gyönyörű már innen is a kilátás, de a tetejéről talán még egy kicsit jobb lesz. Remélem, hogy mögöttem lévő első felhőkből nem fog most esni, és a naplementét meg tudjuk nézni a felhők mellett, felhők között. Vagy egy szép timelapse-t tudok legalább csinálni róla. Megyünk is le az olajfák hegyéről, mert kicsit esik az eső. Megyünk, iszunk egy teát, kicsit átfagytunk, muszáj egy kicsit felmelegedjünk. Iszunk egy teát, aztán megyünk vissza a városba. Holnap meg még egy kicsit itt leszünk, aztán megyünk a Holtengerhez fürdeni, meg felmelegedni, ott talán egy kicsit jobb idő lesz. És még egy kicsit éneklünk is talán valahol Jeruzsálemben, és összeszedünk egy kis pénzt. Az igen, így de nagyon meredek. Na, le is teszem. Leteszem? Hát a kamerát leteszem. A videót a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom támogatta.